Az MSZP rendkívüli kongresszusán Megyesi Péter a baloldalon belüli konfliktusokat a dodzsemezéshez hasonlította, ahol egymásnak hajtanak az autók és a benülők nagyokat kurjongatnak. A miniszterelnök javasolta, térjenek át a Forma 1-re, legyen a csapat a Ferrari, mert a sikeres és amúgy is piros. Bocsáss meg, egy ilyen dodzsemből egy ilyen Forma 1-es autóba, akkor biztos, hogy neki megy a fának. Nem biztos, hogy... például a Hungaroringen én tartom az amatőr csúcsot. Pár évvel ezelőtt 2.03.15-öt mentem, és a... Szalomány... Nem, edzések. De mivel mentél? János. De, csak nem de figyel. János. A légy szíves. De mivel mentél, momám el? De nem Ferrari volt, Opel Astra. 2.03 először is 15 másodszor, vagy nem, a legjobb amatőr 2.20 körül volt. De az volt a baj, hogy a verseny előtti utolsó edzésen összetörtem az autót. Hát mert nem mentek ki a fára, nem csak az oldalon alatt. Szóval nem nagy kunst, érzék kell hozzá és tehetség. A Megyesi az ott a... Igen. Egyre nem Ferrari volt, kettő nem Dodge-ből ültél bele, három össze is törted, ahogy mondom. Hát akkor most hogy bejöttem? Megyesi továbbfejlesztett az ötletet, hamarosan bejelenti, hogy most már 10 másodperc alatt tudnak minisztert cserélni. De a versenyét tartunk, néztem a múlt heti műsort, le vagytok maradva, mert mondtátok, hogy győzött a heti hetes. Igen, de én képzeld, de láttam, hogy egyszer csak így kapcsolgatom, és mondják, hogy heti hetes jobbról, vagy nem, te kívülről jönni, föl, és második lett. Akkor te is le vagy maradva, mert a... Első lett. Nem, a múlt héten hát győzött, akkor, én láttam, hogy szerdán második lett, most meg. De most megint győzött azóta. Na! Ez nem nagy kunszt, én egyszer hajtottam. Azt mondta, hogy te voltál az első a lóversenyen, Herik, én komolyan megharapom bajot. Nem. Szilvásváradon beültettek egy világbajnoki kettes. Egyet mondj nekem. A világon, amit kipróbáltál, volt olyan, hogy nem az első voltál? Mi az, ami lópálya? Hát volt, akinél nem én voltam az első, ez bevallom. Kinek? A feleségednél? Holdra lépés. Hát azt az egyet tudom. Holdra lépés? Ne, ő az Armstrong néven. Armstrong néven. Ugye, hogy én mentem Szilkivel, mondd meg, Tivadar, mondd meg. Mivel mentél? Hogy nem így hívják? Szulkival mentél. Szulkival, basszuskod. Szulki, Szilki, írjunk nekem. De dicsekedtél az, hogy a heti hetes karca, és most egy nővel nyert. Tehát egy nő egy kancával megvert a férfiakat. Isteni, jaj, de borzasztó boldog vagyok. Most azt hiszitek, hogy ez ilyen magától értetődő. Nem arról van szó, hogy utólag egy jó lovat elneveztek heti hetesnek. Van 100 csikó, és az egyiket elnevezték. Szemünk volt rá. Na most ez lehetne a 100., és akkor mindenki, amit te csináltál múlt héten, így rázná az ötlét. Olyan heti hetes, mert havas benne van, nem lehetne az aló. Nem ez a csoda, az, hogy nem én választottam ki, és hát mégis igen, persze. A múlt héten az anyja is futott. Kinek? Nem a havasnak. Heti hetes van. Heti hetes anyja, de negyedik lett. Ki hát a kedves édesanyja? Kurva anyád. Ja? Kolombina. Kolombina? De a K betű a stimmel, szóval lehetett volna. Azt hittem való világban. Hát mit tudom? Szintén lónak tetszik lenni, vagy? Nem, a Kolombinát nem értek. Ahol az a sok kokain van. Kolombina. Na. Nem akarom a kedves nézőt megsérteni, de most láttátok az állami ünnepet március 15-én? És semmi, nem is voltam itthon. Hogy a huszárlovak állandóan belenyerítenek a... Nem. Hát az vannak az ezek a meghatott pillanatok. Még most csak nyerítenek? Igen, de amikor... állami zászlófelvonás, és végig nyihogják, mikor Márdő Ferenc beszél.